Szabi, milyen volt az utolsó hazai mérkőzésed az MTK-ban? Milyen volt az utolsó meccsed itt? A vereségtől eltekintve a pályán nagyon jól éreztem magam, kiadtam magamból a 100%-ot, aminek nagyon örülök, az eredménnyel azzal van baj, de attól függetlenül nagyon örülök, hogy az utolsó mérkőzésen is tudtam játszani. Milyen érzésekkel távozol az MTK-tól? Egyértelműen pozitív élményekkel. Az első percről kezdve az utolsóig nagyon élveztem az összeset. Nagyon köszönöm szépen az összes játékosnak, stábtagnak, edzőnek, az MTK-ba itt dolgozóknak, és tényleg megyek előre, és megyek a célom felé. Láttuk, hogy igazi közönségkedvenc lettél. Mit jelent ez számodra? Köszönöm szépen nekik. Nem gondoltam volna, amikor idejöttem 2,5 vagy 2 évvel ezelőtt, hogy egy közönségkedvenc leszek, aminek nagyon örülök. Szerintem nagyon sokat dolgoztam ezért, és ez is összejött, hál' Istennek. Miben fejlődtél a legtöbbet, mióta ide kerültél? Az első meccseimhez képest szerintem a testembe fejlődtem a legjobban, szerintem az összes párharcba 100%-ig belemegyek, és szerintem még az egy-egy elleni párharcokba is tudtam fejlődni. Mi lesz a cél Dallasban? Az lesz a cél, hogy minél több mérkőzés játszok, minél eredményesebb legyen a csapat, és én is, és utána azt majd szerintem 2-3 év múlva meg szeretnénk Európába visszatérni. Mi a legkedvesebb MTK-s emléked? Az első szerintem, amikor a Diós Győrnek itt a kupába tudtam gólt szerezni, és azzal a góllal mentünk tovább. Mikor fogsz tudni pihenni, még arra akartam rákérdezni, hiszen Amerikában már javában megy a bajnokság. Hát szokták mondani, hogy ilyen fiatal játékos inkább ne is pihenjen. Nem is fogok sokat, holnap már utazok, utána egy nap karantén, utána már szerintem edzések, és jövő hétvégén szerintem az edző úgy számol vele, hogy már vagy ott tudok lenni a kezdőbe, vagy a pályán, vagy a padon, azt még egyelőre nem tudom. Vagy novemberben van vége, vagy decemberben, ezt még így egyelőre nem tudom, de hát ez egy hosszú idén lesz a számomra.